Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvég legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Misics góljával 1-0-ra verte az etét a kisvárdai futballcsapat. A hatodik helyen végzett Hellebrandt Máté a londoni világbajnokságon. A korábbinál is fiatalabb kerettel készül a bajnokságra az NKS. Öten képviselték a Nyíregyháza Tigerset az amerikai edzőtáborban. Új csapatot kell építeni a nyíregyházi férfi kézilabdázóknál. Megszerezte első hazai győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a bajnokság harmadik fordulójában az Alaegerszeget fogadta, és Misics szabadrugásból szerzett góljával 1-0-ra verte ellenfelét. Jobban szerettem, hogy többet tudunk rúgni, de a mai napon nem sikerült, pontosan azért, mert a kap előtt pontatlanok voltunk. Tehát a szögletek és szabadugások nagyon jól jöttek be, csak kicsit lemaradtunk mindig róla, vagy amikor mögéig tudtunk menni, ami többször sikerült is, ugye erre készültünk, akkor viszont nem jól adtunk be, nem találtunk embert belül, viszont azt el kell mondani, hogy a csapat jól játszott, az ellenfélnek igazából helyzete nem volt, nekünk kellett volna még gólt szerezni, erre meg is voltak a lehetőségeink, de ez sajnos a mai napon nem sikerült, viszont jelzi a csapatnak az erejét, hogy 1-0-ra is tudott nyerni, és nagyon masszívak voltunk még akkor is, amikor az ellenfelünk a végén már minden egy lapra föltéve, főleg agresszíven próbált támadni minket, de akkor is a játékosok meg tudták oldani a feladatukat, tehát amikor kellett, akkor tudtunk futballozni, és volt, amikor nagyon szépen játszottunk, amikor meg küzdeni kellett, akkor meg küzdöttek a játékosok, tehát helyén volt a szívük minden pillanatban. Az eddigi három meccsből ez volt az első, amelyet kapott gól nélkül hozott le a csapat, ez jelent valamiféle előrelépést? Így van, pontosan, tehát hétről hétre értékeljük a mérkőzéseket, és annak ellenére, hogy a múltkor Győrbe nyertünk, azért voltak védekezésbe hibáink, amiből gólokat kaphattunk volna, egyet kaptunk is, de hogyha kicsit figyelmesebb az ellenfél, akkor kaphattunk volna. Bár minden csapatnak van hiba a védekezésébe, arra készülünk tulajdonképpen, azért elemezzük a mérkőzést, hogy ezeket kiküszöböljük. És ezt a mai napon úgy nézett ki, hogy egy-két hibát tettek, hiba nélkül nem lehet lehozni mérkőzést, összességében a játékosok jól megoldották. Újabb hazai mérkőzés következik, eddig 3-1-ből 7 pont a mérleg, 4-1-ből 10 pont, azért már egészen szép indulás lenne, igaz? Így van, de egyelőre most egy kicsit örülünk ennek a győzelemnek, aztán jövő héten pedig fölkészülünk a Gyirmótból. Volt szerencsém megnézni őket ugye a múlt héten, mert Győrbe játszottunk és Gyirmóton edzettünk, és ott volt a Gyirmót-Zalaegerszeg mérkőzés. Jó csapatra kell számítani, ugye nem véletlenül rúgtak egy ötöst a Zalaegerszegnek, bár az nem az a Zalaegerszeg volt, tehát ott ők nagyon széteső játékot produkáltak, ma az Zalaegerszeg nagyon összeszedett volt, és nyilván látszott, hogy az életükért is játszanak, tehát mindent egy lapra föltéve futballoztak, szerettek volna eredményesek lenni, de ezt nekünk sikerült meghiúsítani. Úgyhogy a Gyirmótra föl fogunk készülni, láttuk, hogy mit játszanak, és szeretnénk begyűjteni a következő mérkőzést is. Igaz, hogy csak három meccs telt el, de már lehet látni, hogy meglehetősen bő a kisvárda kerete, vannak játékosok, akik nem kerülnek pályára, sőt, olyanok sem a keretbe, sem félnek be egy-egy adott meccsen, mennyire édes teher ez, vagy azért okoz némi gondot? Na, gondot nem okoz, mert mindig úgy vagyunk azzal, hogy a legjobb formában lévő játékost játszassuk. Ezért is került be például a Vári Barna, tökéletesen megoldotta azt a feladatot, amit kiszabtunk neki. Nagyon harcosan futballozott, többször mögé került a védelemnek, ugyanis a Hein Viktor a múlt héten is egy kicsit gyengében játszott, meg az előtte való mérkőzésen is. És így tudtunk cserélni, hál' Istennek. Az, hogy bő a keret, nyilván majd megpróbáljuk úgy forgatni a játékosokat, hogy mindenki tűzbe legyen tartva, de mint ahogy most is látszik, aki nem játszott, aznak megvan az edzése, tehát nem akarjuk, hogy kondiciálisan bárki is leépüljön, próbáljuk szinkronban tartani a játékosokat, és amikor szükség van rájuk, akkor nyugodt szívvel hozzájuk tudok nyúlni bármelyik játékoshoz, mert mindegyikben bízunk, és mindegyik meg tudja oldani azt a feladatot, amit azon a mérkőzésen rá kiszabunk. Mit tud egy edző mondani egy olyan meccs után, amilyen egy gólos vereséget szenved a csapat, de ha a játéképét nézzük, akkor talán nem tudás azt mondani, hogy nem lehet elégedetlen. Egy szemem szomorú, másik szemem meg boldog. Azt mondom, szomorú, mert kikaptunk 1-0, elveszítettünk 3 pontot. A másik oldalon meg azt mondom, hogy örülök annak, hogy a csapat egy nehéz szituációból úgy állt fel, ahogy beszéltünk, ahogy készültünk. Mondom, ebbe a meccsbe volt helyzetünk, volt mit keresnünk, csapat
játszott ezt a játékot, alakítottunk jó szituációkat. Mindenféleképpen mondom, meg kell dicsérni, mondom a játékosokat. Persze nehezen esik, amikor így kell keserű az íze az embernek, mert 3 pont elment, de azt mondom, hogy ez a csapat mutatott, hogy van a labdarúgás bennük, van terület, amit kell fejleszteni és fejlődni, de mindenféleképpen tovább kell dolgozni, el kell hinnünk, hogy mi ebben a bajnokságban még sokat fogunk játszani, sok jó meccset fogunk vívni, és sok pontot fogunk szerezni. Kapott-e valami olyasmit a Kisvárdától, amire nem számított, vagy helyek közzel azt játszott a hazai csapat, amire készültek? Teljes mértékben mondom, én ismerem Kondás Eleményt, ismerem a Kisvárdát, mert több meccset is láttam, amit játszottak. Kielemezve tudtuk, hogy mit fognak játszani, abban nagyon keveset változott a játékba. Azt mondom, hogy elég jó felkészültünk, jó fogadtuk az ők indításokat az elejétől kezdve. Pászon megint tudtak kerülni, de nem tudtak felszabadulni, de ugyanúgy mondom, a Kisvárda, amit számítottunk, arra azt kaptunk. Persze egy olyan szabad labdarúgásból kaptunk gólt, amit ki lehetett volna kerülni, de a labdarúgásban ez ilyen. A 6. helyen végzett az 50 kilométeres gyaloglásban Hellebrand Máté a londoni világbajnokságon. A nyíregyházi atléta 3 óra 43 perc 56 másodperces idővel új országos csúccsal ért célba. Még mindig felfoghatatlan számomra ez az eredmény, mind a helyezés, mind az időeredmény. Úgy utaztunk ki erre a versenyre, hogy egy egyéni csúcsot szeretnénk majd elérni, illetve majd valamikor az országos csúcs is elérhető közelségbe fog kerülni, illetve hogy meg is fogom tudni majd dönteni, de arra egyáltalán nem számítottunk, hogy már most meg fogom dönteni ezt a csúcsot, illetve hogy 5 perccel fog sikerülni. Helyezésben pedig hát egyszerűen még tényleg nem tudom felfogni, hogy pontszerző helyen értem be felnőtt világbajnokságon. 52 versenyző volt, én abból a középmezőnyben helyezkedtem el még a verseny előtt, és ahhoz képest a 6. helyen végeztem úgy, hogy több világbajnokot is, illetve olimpiai érmes versenyzőket előztem meg. Nagyon örülök ennek az eredménynek, és még így visszagondolva, meg visszanézve a részidőket, még tudjuk az edzőm a Józsibával, hogy ebben még volt legalább 2-3 perc. A felkészülés nem volt túl ideális, hiszen sérülése, betegsége bajlott, tehát keveset versenyeztél az idén, mégis akkor minek köszönhető ez az eredmény, ez a teljesítmény? Így van, rosszul kezdődött az idény, 2 versenyen indultam összesen, viszont az elmúlt évben nagyon keményen készültünk Józsibával. A Kálnikol egy kicsit megnehezítette a dolgunkat, viszont próbáltuk az előnyünkre fordítani, úgyhogy a délután edzéseket délután 2-kor végeztük a legnagyobb melegben, és ez most így utólag visszagondolva lehet, hogy jól is jött, mivel most a versenynek a vége felé már kicsit kezdett kisütni a nap, és úgy láttam a többi versenyzőkön, hogy ők nem nagyon bírják meleget, nekem viszont nem okozott problémát, és lehet, hogy ennek a kis apróságnak is köszönhető ez a jó eredmény. Egy-két kilométeres pályán köröztetek, nem alakult egy idő után káosz? De már a táv felétől már nem tudtam, hogy hanyadik helyen állok, nem tudtam, hogy kit előzök meg, illetve aki mellettem megyek, őt most körözöm-e vagy leelőzöm. Az időeredményemet azt láttam, minden körben tudtam nézni a részidőmet, abból már sejtettem, hogy nagyon jó helyen fogok beérni, illetve mivel kint voltak a szüleim, a mennyasszonyom meg a barátaim, ők szurkoltak, és ők kiabálták be, hogy pontosan hanyadik helyen állok, és akkor úgy tudtam nagyjából viszonyítani, hogy tényleg nagyon helyen fogok beérni a célba. Gyaloglónak még mindig fiatalnak számítasz, 50 kilométeres gyaloglónak pedig kifejezetten fiatalnak. Milyen távlatokat nyit meg előtte ez a 6. helyezés? Hát a távlati célunk mindenféleképpen a tokiói olimpia volt Józsibával, akkor 31 éves leszek, de mivel ez a nagyon hosszú táv, ez az időseknek kedvez, erre nagyon jó például a mostani világbajnokság, amit Johan Diniz nyert, ő most 39 éves, hát ebből kiindulva még legalább 2, de még lehet egy 3. olimpia is belefér. Milyen visszajelzéseket kaptál a Magyar Atlétikai Szövetség részéről és a versenytársaktól? Mindenki nagyon örült, mindenki nagyon gratulált.
Mindenkit meglepett ez az eredmény, nem csak minket, és tényleg azóta állandóan csörög a telefon, nagyon sok üzenetet kapok, és nagyon jól esnek tényleg azok az üzenetek, amikbe azt olvasom, hogy milyen büszkék rám, illetve hogy megkönnyezték a sikeremet. Lesz-e még versenyed ebben az évben? Még fogunk indulni két versenyen, a csapatbajnokság döntőn, illetve a Superliga döntőn itt Magyarországon. A korábbinál is fiatalabb kerettel készül a bajnokságra a nyíregyházi kosársuli. A legutóbbi csapatból Fazekas Kata, Pál Vivien és Farkas Inszki Orsolya is hiányzik majd az új szezonban. Az utánpótlások korú játékosokkal elkezdtük már augusztus első hetében. Ugye nekik hamarabb kezdődnek a bajnokságok, tehát ugye nekik már selejtezők vannak ahhoz, hogy kiemelt bajnokságot tudjanak játszani. Az első hetet itt Nyíregyházan töltöttük el, az még csak ilyen ráhangolóbb edzések voltak. Második héttől elmentünk Csengerbe, ugye az mégis egy más közeg, ugye, amikor idegen környezetben vagyunk, más palánk, minden más. Tehát ott ugye a juniortól lefele minden korosztályunk már ott edzett, és ugye most 14-től pedig már az a kevés megmaradt idősebb játékosunk is csatlakozott a csapathoz, és innentől kezdve napi két edzésre készülünk a következő idényre. Annyi, hogy ugye még itt a jövő héten egy torna jön az utánpótlás korúaknak, ugye akkor a nagyoknak megint önállóan egyedül kell dolgozniuk, de hát olyan sokan nincsenek, tehát ezt valószínűleg meg fogják tudni oldani. Említetted, hogy az a kevés felnőtt korú játékos, aki megmaradt, kik távoztak a tavalyi csapatból? Az igazság, hogy a Kata, a Fazekas Kata, ő azért volt egyébként is a csapatnál, hogy amikor esetleg olyan problémáink voltak, hogy létszámgondjaink, akkor ő segítette a csapatot, de ebben az évben már ezt nem tudja vállalni, vagy a munkai elfoglaltsága az olyan lett. A Vivien, a Pál Vivien, az tanítás és ugye a főiskolán mester képzésen van. Ő neki ez egy kicsikét így sok volt, bonyolult volt, tehát ő egyenlőre most, hogy végleg abba hagyta, vagy csak pihentetél egy darabig, az még a jövő kérdése. Ugye a Karolina az évközben eltűnt, tehát innentől kezdve nem tudjuk, tehát ő valószínűsíthető, hogy nem is fogja ebbe az évben elkezdeni. Ugye aki még számításba jöhet, ez a Takács Anna, ő vele ma fogunk leülni megbeszélni, hogy a következő évben esetleg mit tud vállalni és hogy tudja vállalni. Aki ugye teljes mértékben bevethető, az a Pap Claudia és a Fegede Dóra, és ugye Orsolya valószínűleg a bajnokság második félében, hogyha az egészségi állapota és minden más úgy engedi, akkor ő csatlakozik ehhez a társaságot. Addig pedig ugye évek óta mondjuk, hogy fiatalitás, na most ez meg fog történni, kőkeményen belevágunk a fiatalitásba. Már hozzáteszem, ez most olyan hirtelen, tehát úgy hangzik, hogy mekkora nagy váltás ez, de hát annak idején a diáik ebbe az idős korban, amit most ugye ezek a játékosok, ők már játszottak NB1-B-t. Hát annyi, hogy most nem maradt annyi rutin mellettük, mint ami az előző években, a saját magukra lettek hagyva, majdnem. De hát ugye azért a Dóri meg a Dia rutinja azért az nagyon sokat fog számítani a csapatnak, és azért bízok abban, hogy az Annával is sikerül úgy megállapodnunk, hogy azért nagy részt föl fog tudni vállalni a csapatnak a dolgaiból. De voltunk még tárgyalásban, meglátjuk, hogy azok közül a játékosok közül ki az, aki esetleg más városban tanul, de mégis át tud ide játszani hozzánk. Ugye sajnos ugye hiába várnan a nézők, tehát annyira, hogy az egyetemre azért nagyon sokan nem jelentkeznek, bármennyire is szeretnénk, tehát hiába ajánljuk mi föl, ugye, hogy itt kollégiumtól kezdve minden rendelkezésre. Sajnos valami oknál fogva ez annyira nem szimpatikus a jelentkezőknek, inkább mennek el akár Debrecen, akár Miskolc irányába. Hát sajnos, de így maradunk ezzel a csapattal, aki most per pillanat rendelkezésünkre áll. A felnőtt csapatnak lesz-e saját rendezési tornája, vagy esetleg másodt léptek pályára? Biztos, hogy valamilyen szinten muszáj legalább 2-3 olyan mérkőzést rendeznünk, ahol ugye ez a 2-3 játékosunk ugye becsatlakozik a juniorokhoz, de mégis egy más stílusú játék a két társaságnak a játéka. Ugye itt egy kicsit azért egy visszafogottabb játék, a juniorok azért mégis csak saját bajnokságból és egy fontosan egy ilyen pörgős, lerohanós játékot játszanak, de hozzáteszem, hogy túl sok esélyünk nekünk sincs erre az évre. Tehát marad az, hogy egész páslettámadás, folyamatos betörések, mindenhol csapdázunk, mindent megpróbálunk megszerezni, még mielőtt palánk alá kerülnének a játékosok, és innentől kezdve, tehát megpróbáljuk itt akár Nagyváraddal, akár a Kassával olyan mérkőzéseket lekötni, ami nekünk hasznos lehet. Nem valószínű, hogy tornát rendezünk, mert elnézve itt a körülöttünk lévő
városokat is, hogy esetleg még egy debreceniek számításban, hogy azért zömében maradnak még egyetemisták, de itt a környezetünkben lévő csapatok, azok ugyanúgy utánpótlásra csak fognak építeni, mint hogy az egész bajnokság így fog kinézni. Ugye 27 csapat nevezett az Amatőr NB1-be, ez azt jelenti, hogy ez körülbelül a tervek szerint ez 3-9-es csoportra fog szétoszlani, és innen az első hármak fognak ugye tovább játszani. Na most ugye ennek az lehet a hátulütője, hogy a mi területünkön itt azért az erős sorrend az igencsak keményen megmarad. Tehát ugye itt háromba kerülni nagyon nehéz. A nyugaton bejött a rengeteg utánpótlás csapat, tehát az Zalaegerszeg, Győr, Nagykanizsa, talán Székesfehérvár és itt tartott, tehát ott mind utánpótlás csapat nevezett. Nálunk meg azért csak megmaradt a Miskolc, megmarad a Debrecen, ide folyjon ugye ha Vasas, ide jön a TF, tehát ide, itt, ebből a körből bekerülni háromba sokkal nehezebb, mint bárhol. Na hát a feladat adott, innentől kezdve mindent megteszünk, előre szervezünk edzőmérkőzéseket, aztán lesz, ami lesz. Hosszabb nyári pihenő után, hogy esett elkezdeni a munkát? Már nagyon vártam, mert egész sokat pihentem otthon a 3x3 után. Még a Szafától kaptam edzéstervet, azokat próbáltam csinálni, de egyedül nyilván másabb, mint így csapattal, úgyhogy egész jól esik. Az a helyzet által, hogy 21 éves korodra te lettél a csapat ranginős játékos, eddig is húzó ember voltál sok felelősséggel. Milyen szezonra számítasz ezek után, vagy ezeknek a tényeknek a tudatában? Hát ez egy nagyon érdekes szezon lesz, nagyon kíváncsian várom a végkimenetelét. Megpróbálunk nyilván mindent kihozni ebből, amit lehet a legjobbat. Én leszek ugyanúgy a csapatkapitány, összefogom a csapatot, a fiatalokat, aztán meglátjuk. Elkészültél arra, hogy ugye eddig is játszottak fiatalok a csapatban, de most még többen lesznek, hogyha esetleg vihar van, akkor az a legegyszerűbb megoldás, hogy adjuk oda Diának a labdát. Fel, abszolút. Sajnos ez már egyébként régebben is volt, így volt rá példa. Most gondolom kicsit gyakoribb eset lesz, de te nem vagyok megijedve, és én úgy gondolom, hogy ha ideadják ezt a labdát, én ugyanúgy vissza fogom passzolni, mert bízok bennük, és én úgy gondolom, ez egy csapatjáték, nem egy egyéni sport, úgyhogy ugyanúgy ki fogják venni a részüket ebből a játékból. Attól függetlenül, hogy ez csapatjáték és nem egyéni sport, az neked vannak egyéni ambícióid is, mégpedig az NB1, ugye azt tudjuk, hogy tanulmányokok miatt maradtál erre a szezonra. A későbbi karriered szempontjából milyen hatása lehet ennek az évnek, amely így alakul, ahogy? Én úgy gondolom, hogy van még mit fejlődnöm, itt a B-ben is, úgyhogy most erre fogom szállni ezt az évet, hogy egyénileg fejlődjek, amennyit tudok, és úgy menjek majd A-csoportba. Nyilván ez az utolsó évem, biztos, hogy furcsa lesz így játszani egész szezonban, de ettől függetlenül azért ezt nem fogom éreztetni senkivel. Lehet azt mondani, hogy történelmi pillanat szemtanúi vagyunk, hiszen a háttérben zajlik a csapatot felkészülése, te pedig nem vagy ott a pályán. Előfordult már ilyen az életedben? Még sosem, és nagyon nehezen is viselem, de most sajnos ennek van itt az ideje. Illetve nem sajnos, de ennek van itt az ideje. Akkor pontosítsuk, hogy mi is az oka annak, hogy most nem a pálya, hanem itt a pálya mellett vagy. Bővülni fogunk, kisfiam lesz, úgyhogy a bajnokság végét már, mint utólag kiderült, együtt játszottuk le. Úgyhogy így most ez a felkészülés kimarad, de amint tehetem, jövök vissza a pályára. Mit lehet tudni, bár talán egy picit korai a kérdés, ebben a pontosabban az előttünk álló bajnokság végén esetleg pályára léphetsz? Én bízom benne, meglátjuk nyilván, hogy a baba is mit fog engedni. A tervek szerint november 30-ra vagyok kiírva, tehát azt jelenti, hogy végül is még lehet rá esély, hogy ebben a bajnokságban szerepelek. Mondtad, hogy nehezen viseled ezt az állapotot, már mint hogy nem edzesz. Mégis milyen egy olyan valakinek, akinek a mozgása lételeme meg kosárlabda csarnokban nőtt fel, és azóta folyamatosan a pályán van, most csak a pálya mellett tölteni az időt. Nagyon nehéz így, amikor tehettem, akár még az edzésekről is elmegyek, mert nehéz ezt így végignézni. Pláne, hogy korábban olyan sérülésem sem volt, amivel huzamosabb időt kellett volna kihagyni. Tehát egy hónapnál tovább nem kellett esetleg sérülés miatt sem az edzésektől távol maradnom. Így ez most nehéz. Amit tudok, azt még úgy megpróbálok azért nyilván én is mozogni, de nyilvánvalóan labdázni már nem lehet, és ez azért egy fájó dolog. A Nyíregyháza Tigers két játékos és három edzője vett részt az amerikai futball bölcsőjének számító Kentumban egy edzőtáborban, ahol elméleti és gyakorlati képzést is kaptak.
Csodálatos 12 napon vagyunk túl. Két játékosunk, Tóth Gábor és Panykó Patrik kapott egy lehetőséget egy 4 napos edzőtáborra. Úgyhogy az edzőstáb ezt is kihasználta, és a támogatóknak hála, ezt meg tudtuk oldani támogatói forrásból ezt a túrát, így részesei lehettünk a futball ős hazájában Kentonban tartandó tábornak. A 4 nap során a két srácot nagyon sok szempontból fizikálisan is, meg a szellemi képességüket is a futballhoz felmérték, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól helyt álltak a közel 40 fős mezőnyben, és nagyon bíztató híreket kaptunk így visszaigazolásként, úgyhogy valószínűleg jövőre is mehetünk. Hogy nézett ki a 4 nap programja, honnan érkeztek a részvevők? Szerte a világból próbáltak minél több tehetséget felkutatni a szervezők. Venezuelán át, Kenyán keresztül, Franciaország, nagyon sok brit játékos volt, olaszok, spanyolok, tehát azért voltak szép száma. Magyarországról mi voltunk, és én azt gondolom, hogy nagyon eredményes volt az időeredményeket és mindenféle teszteredményt összevetve a mezőnyel, főleg Tóth Gábor, ő nagyon elő végzett minden felmérőben. Kik tartották az edzéseket, előadásokat? NFL tapasztalattal, komoly NFL tapasztalattal rendelkező vezetőedző, illetve edzői stáb dolgozott az egész táborban a srácokkal, és velünk is edzőkkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos tapasztalat volt, továbbképzés volt számunkra is. Lehetett érezni, hogy azért ezek a szakemberek a legmagasabb szintet képviselik, vagy pedig abszolút nyitottak voltak, és minden kérdése válaszolva minden kérésnek eleget tettek? Ez egy nagyon kettős dolog, nagyon profi volt mindenki, tehát abszolút a szakma krémje volt ott. Ugyanakkor ezzel egy nagyon családias hozzáállást tapasztaltunk, mindenbe bevontak minket is, és nem csak a játékosoknak, hanem a szakmai stábnak is volt egy elég komoly elméleti oktatás. Illetve minden egyes olyan meetingen, minden egyes olyan megbeszélésükön ott lehettünk mi is, ami a táborra vonatkozott és a táborra kapcsolatos. Illetve volt egy nagyon fontos úriember az egész 4 napban velünk, illetve körülöttünk is. Ő a úgynevezett scout, a játékos megfigyelő, aki tudatosan kapcsolatépítés céljából mindenki az odament és 2-3 kedves szót szólt, amellett, hogy azért árgus szemekkel figyelte a tehetségeket. 12 napot említettél, ebből 4 nap volt a tábor, mivel töltöttétek a többi időt? Tanulmányi kirándulás. Voltunk Washingtonban, voltunk Port Huronban, nagyon-nagyon-nagyon jó volt, tehát 7 államot utaztunk végig. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon megérdemelt pihenő volt ennek a két srácnak. Mind Gabika, mind Patrik óriásit játszott a szezonban, veretlenül lettek bajnokok, én azt gondolom, megérdemelték ezt a kis kirándulást. Visszatérve még a táborra, miben erősített meg neteket, miben kaptatok visszaigazolást az ott látottak alapján az itt elvégzett munkára? Hál' Istennek azt láttuk, hogy jó az irány, amerre tapogatóztunk magunktól is. Ebben meg is erősítettek minket, hiszen az általunk kinevelt játékosok elég magas pontszámot szedtek össze az értékelések során. Tehát az a munka, amit itt folytatunk, az egyfajta olyan pozitív visszacsatolást kaphatott odakint, ami azt gondolom, hogy kellő lökés ahhoz, hogy az idei junior szezont is maximális erőbedobással végigvigyük, illetve ami ettől sokkal fontosabb, hogy ezen mesdje mentén fogunk a következő évi HFL bajnokságra is készülni. Lassan vége a nyárnak, mit tartok a számotokra az ősz? Szeptember 2-től indul az U19-es junior szezon, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dátum a csapat életében, illetve emellett pedig nagyon szeretnénk a toborzást még aktívabban képviselni, valamint a női csapatot szeretnénk létrehozni. Vannak érdeklődő hölgyek már a környezetünkben, úgyhogy még több hölgyet várunk, hogy az amerikai futball női szakágát is megalapítsuk itt Nyíregyházán. Szinte új csapatot kell építenie a nyíregyházi férfi kézilabda együttesnek. 9 új játékos érkezett Bécsi János együtteséhez, akinek beépítése jelenleg is tart. Nyáron szinte teljesen átalakult a csapatunk, többen abba hagyták, illetve máshol folytatták a játékot, illetve nem is voltunk sokan a tavalyi évben, tehát ez volt a legnagyobb problémánk, és ebbe az évben úgy gondoltuk, hogy egy generációváltást hajtunk végre a csapaton belül, próbálunk minél több fiatalt ide csábítani és megtartani.
annál is inkább, mivel hosszú távon szeretnénk gondolkodni, hogy egy jó, stabil, erős csapatunk alakuljon ki, és az elkövetkezendő évben pedig egy csoportos NB1-B lesz, aminek a feltétele az, hogy az első hatba kell most szerepelnünk, hogy a következő szezonban benne tudjunk lenni a kelet-nyugat összevont csoportjába. Szerettük volna azt, hogyha most egy olyan fiatal csapat jön össze, akivel a következő évben már kevesebbet kell foglalkozni, és maximum egy-két játékos kell beépíteni. Én úgy gondolom, hogy ezt sikeresen végrehajtottuk. Sok játékos érkezett, szám szerint 9 darab játékos, ami megnehezíti a dolgunkat, hisz nem egy klubból érkeztek, hanem 5-6 klubból tevődik össze az a szám. Úgyhogy bízunk benne, hogy lassan, de össze fog érni ez a csapat. Türelem kell hozzá, én úgy gondolom, hogy hónapok kellenek hozzá, hisz jó játékosok, de még nem kész játékosok, és abból is kifolyólag, hogy mivel több klubból szerepelnek, azért össze kell csiszolódni, össze kell érni a játéknak. Ha már a fiatalokról esik szó, az utánpótlásra mennyire lehet építeni, és aztán ott azért aranyérmes gárdáról beszélhetünk. Így van, hát sajnálatos módon nehéz rájuk építeni. Az a legnagyobb problémám, hogy jó tanulók voltak mindannyian, és a továbbtanulásaikat nem Nyíregyházán képzelik el, hanem Pest, Szeged, Pécs, tehát egyetemre megy mindenki, illetve a nagy csapatnak a nagy része egyetemen tanul tovább. Sajnos nem tudtuk őket megtartani, illetve akik maradtak, és a koruknál fogva még nem férnek be a felnőtt csapatba, kiadtuk őket NB2-es csapatoknak, hogy hagyj fejlődjenek. Természetesen úgy, hogy amikor nekik nincs edzésük, itt vannak és velünk dolgoznak, hogy szem előtt legyenek. Egy játékosunk maradt meg lényegében a junior csapatból, a Takács Zalán, aki a felnőtt csapatnak a teljes értékű tagja lesz, viszont még fogja játszani a junior korosztályú bajnokságot, és fog NB2 felnőtt mérkőzést is játszani, hisz az ő koránál fogva ezeket a játék lehetőségeket biztosítani kell. Velünk dolgozik, meglátjuk a felkészülés alapján, hogy hogy fejlődik velünk. Én úgy gondolom, hogy egy olyan képességű játékos, aki hosszú távon a Nyíregyházának segítségére fog tudni lenni. Hogyan néz ki a felkészülési további szakasza? A fizikai része a héttel, illetve a jövő hét első felével nagy része le fog záródni. Onnantól kezdve már a benti munkák fognak dominálni, akár erősítésben, akár futás részben, nagy rész labdával fognak történni. Jövő hét végén már pénteken megkezdjük a felkészülést, az edzőmérkőzéseket, a Pesten a player csapatához fogunk utazni, ott fogunk két darab mérkőzést játszani. Én úgy gondolom, hogy jó ellenfelet sikerült találnunk. A nyugati csoportban szerepelnek, és az ő céljuk az, hogy megnyerjék a bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy számunkra ez mindenféleképpen egy pozitív lökést adhat. Megmérettetjük, hogy a keleti és a nyugati csoportba, aki oda szeretne kerülni, hogy milyen szinten áll. De onnantól kezdve, tehát heti rendszerességgel fogunk mérkőzéseket játszani, részt fogunk venni Balmazújvárosban, egy nemzetközi tornán, aztán fogjuk fogadni hazai környezetben a Mezőkövesd csapatát, ők a tavaly évben még az NB1-ben játszottak, kiestek, nekik a céljuk az, hogy visszakerüljenek, tehát úgy gondolom, hogy az is egy jó mérkőzés lesz. Fogunk játszani a Debrecennek a csapatával, akik viszont most kerültek fel az NB1-be. Szászonabotán fogunk részt venni úgy fent egy nemzetközi tornán. Hát azért lesz mérkőzésünk, úgy számoltuk, hogy a bajnoki rajtig azért egy ilyen 11-12 mérkőzést szeretnénk lejátszani. Annál is inkább kell ez a rengeteg mérkőzés, mert nagyon sok az új játékos, és játék közben lehet látni azt, hogy mi az, amit hiányzik, és mi az, amire már lehet építeni. Hogy mire a bajnoki rajta kezdünk, vagy odaérünk, addigra legyünk félkész állapotban. Nem mondom, hogy kész állapotban, mert nagyon nehéz összerakni okat. Én örülnék a legjobban, hogy előrébb tartanánk, de bajnoki szezon az újfent az már más játékot fog jelenteni. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.